Trükkös kerékpárok, extrém bicikli bemutató, bringás felvonulás is várta a gyerekeket az autómentes napon. Bonyhád idén 18. alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, aminek a célja az, hogy felhívja a figyelmet az autók okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra. A rendezvénytéren helyet kapó eseményre rengeteg gyerek érkezett, őket sokszínű programokkal várták a szervezők. Nagyon jó volt, és tényleg nagyon jó. A bicikli az tényleg sokkal jobb, mint az autó, nem szennyezik a környezetet, és én is egyébként néha biciklivel járok iskolába. És a kedvencem a biciklis volt, amikor szólt a zene a bicikli elejéből, és jó volt ez a kresszes is, úgyhogy tetszett. Szerintem igazából azért lesz jobb majd a biciklizés, és többen fognak járni, mert most jön ha nem lesz már ez a benzinástop, akkor hát ezért fognak nagyon sokan biciklivel járni. Nagyon tetszett ez a pálya ott, és még nagyon tetszett az, hogy tekertél és a rádió szólt, az is nagyon jó volt. Extrém triál kerékpársót is végignézhettek a gyerekek, sőt a bátrabbak közreműködő is lehettek a bemutatónak. Itt egy speciális bicikli használatával a kerékpáros végigmanőverezett és egyensúlyozott egy erre a célra kialakított mesterséges akadályt, mindezt lábletétel nélkül, a gravitációt meghazudtoló ugrásokkal és egyensúlyjal kivitelezve. Ez a program óriási sikert aratott a gyerekek körében. A rendezvényen a diákok olyan alternatív közlekedési eszközökkel is megismerkedhettek, mint a roller, vagy a manapság egyre népszerűbb elektromos roller. De számos más érdekes kipróbálnivaló is volt a rendezvényen. A gyerekeknek, hogy érdekesebb legyen a program, színesebbé tettük trükkös kerékpárokkal ezt a mai napot, illetve kressz sulival is készültünk, ki tudják próbálni, hogy kell közlekedni a valóságban, zebrát, hogy kell használni, rendőrlámpát, hogy kell használni, kressztáblákat ismerhetnek meg, csapatokra osztva tudják használni ezt a kresszpályát, a csapat egyik fele gyalogosként, a másik fele pedig kis rollerrel, kis motorral vesz részt ezen a úgymond a közlekedésben. Most 2 órakor kezdődött a kerékpáros felvonulásunk, amin nagyrészt inkább iskolások vettek részt, míg a délelőtti gyalogos felvonuláson inkább az óvodás és az alsó tagozatos diákok, illetve kisóvodások vettek részt, ezzel is demonstrálva azt, hogy nem kell mindenhova gépjárművel menni, lehet gyalog is, illetve kerékpárral is közlekedni a városba, és hogy elősegítsük a kipufogó gáz okozta környezetszennyezést, a mai napon díjmentesen lehetett használni a helyjáratos autóbusz közlekedést is. Ahogy a programokat tovább színesítsük, érdekes programokkal van egy kezes lábas játszóházunk is, melynek a lényege az, hogy átalakított kerékpárokkal lehet játszani, mondjuk teniszlabdát kilőni, vagy kis vonatot hogy lehet irányítani egy átalakított kerékpárral. Mint minden évben, idén is az autómentes nap programjaival párhuzamosan bent a Vörösmarty Művelődési Házban véradó állomás várta az adakozni kívánó résztvevőket. Majd a rendezvény zárásaként tombola sorsolás következett azok között, akik regisztráltak és részt vettek az eseményen.